A Mária Pucsi Nemzeti Kegyhelyre egy átlagos évben több mint 500 000 zarándokolnak el. Ezzel nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számít a leglátogatottabb turisztikai célpontnak, hanem Közép-Európa első számú görögkatolikus zarándok helyét is jelenti a keresztény világban. A hely elsősorban a könnyező szűzanyaikonról vált híressé, amelyet aztán Bécsbe szállítottak, de a helyére került másolat is többször könnyezett. A magyar értéktárba vételt korábban Simicskó István, a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője kezdeményezte. Miután a Hungarikum Bizottság október 15-én Lakihegyi ülésén elfogadta a kérelmet, a kegyhely és a pócsi búcsúk bekerültek a magyar értéktárba, ezzel nyílt lehetőség a Hungarikummá nyilvánítás folyamatának megindítására. Én azt remélem, hogy a magyarságnak ez egy olyan kincse maradt továbbra is, főleg, hogy a hungarikumok közé bekerülhet, amellyel tovább tudja a hitünket, a lelkünket erősíteni. És hogyha valaki ide eljön, akkor valóban egy olyan találkozási lehetőség, egy olyan kapcsolat az égiekkel ezen a kegyhelyen, itt a Mária Pucsi szent helyen, amely mindenki számára nagyon-nagyon komoly hatást tud nyújtani. Úgyhogy ezért is kezdeményeztem, én örülök annak, hogy a miniszter úr és a bizottság ezt támogatni fogja. Reméljük, hogy ezzel is ki tudjuk fejezni az értékrendünket, a hitünket. A Hungarikummá nyilvánítás kezdeményezéséhez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, Mária Pucs önkormányzata, több civil szervezet, valamint az Agrárminisztérium is csatlakozott. Mária Pucs pont arra irányítja a figyelmünket, hogy van szilárd bázis, van szilárd alap, van kőszikla, amire lehet építeni, és bizony az a kereszténység. Jézus Krisztus az, aki a legszilárdabb alap arra, hogy akire a egyéni életünket, egész országunkat helyezhessük, hiszen akkor nem tévesztjük el az irányt, nem tévesztjük el a célt. Olyan jövőképet tudunk az ország számára fölvázolni, amelyre gyerekeink, unokáink is biztosan tudnak majd élni. A Hajdúdorogi Egyházmegye érsek metropolitája arról beszélt, hogy a Mária Pucsi kegyhely nem csupán a honfitársakat köti össze, hanem egész Kárpát-medence számára kiemelten fontos spirituális központot jelent. Mária Pucs mindenkié, nem is csak a magyaroké, hanem a egész Kárpát-medence minden népe látogatja ezt a helyet, és hogyha mégis úgy tudjuk felmutatni, mint a magyarságnak egy különleges értékét, akkor ezen keresztül az a hivatásunk, amit Közép-Európában, Kelet és Nyugat határán a magyarságé is, így a mi görögkatolikus kegyhelyünkön keresztül, hogy úgy mondjam, mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy ez magyar érték, a nemzetek összefogása. Én ebben látom az egyik legnagyobb jelentőségét. Mária Pucs nyilván vallási központ, nagyon sokan imádkozni jönnek ide, de ezen túl vagy ebből fakadóan a megbékélésnek, a nemzetek megbékélésének a színhelye. Történelmi, kulturális és nemzetösszetartó jelentősége együtt adja a Mária Pucsi Nemzeti Kegyhely számára azt az értéket, amellyel rászolgált erre az elismerésre. A térség országgyűlési képviselője szerint az értéktárba vétellel és a hungarikummá nyilvánítással régi adósságot sikerülhet törleszteni. Közös erővel eljuttattuk az értéktárbizottsághoz ezen javaslatot, és Budapesten az elmúlt időszakban pozitív döntés született. Köszönet az Agrárminisztériumnak, hogy támogatták ezt a törekvést. Ez egy régi adósság a térségünknek. Adósággal tartoztunk Pucsi Szűz Máriának. Ebben az ügyben, miután ide vonzotta a Kárpát-medencéből a több százezer magyar embert, és adóssággal tartoztunk ilyen tekintetben Mária Pucs városának is. A hungarikumok gyűjteményébe jelenleg 76 érték tartozik, míg a magyar értéktárban 181 nemzeti érték található.